Jó reggelt mindenkinek! Azt mondja, hogy kérem szépen, eljött a hétvége is, 2018. augusztus 3 van, hajnali. Hát azt hogy írta rá a nő, 7.37? Nem tudom milyen időszámítás szerint, de biztos. Hát nem tudom, a kocsiban még csak 7.23 van, de úgy legyen. Úgy legyen, most egy ilyen kamu videót csinálunk gyorsba. Max szerintem 10 perc alatt kísérünk innen a lágerből a parkplacra. Pozitív energia, lesz hely. Ha még nem mondtam volna, akkor mondom még egyszer, hogy lesz hely. Kezemet letörik, ha észreveszik a kamerát. Ebből vajon mi lesz? Danke schön! Schönes Wochenende! Egy kicsit bogorva úriember, de nem probléma, szoktatjuk őt is. A másik emberke, aki látszott a kamerán, ez nem tudom, azt most láttam először. Úgyhogy vagy 4 hónapig Szabin volt, vagy új hús. Aki meg pont nem látszott a kamerán, az pedig az a sötétebb bőrű, hát talán török, nem tudom. Hogy ez az ember, aki engem kiosztott itt hónapokkal ezelőtt, de nagy cimborák vagyunk, és szó szerint, tehát ez semmi, hogy is szokták volt mondani, tehát semmi irónia nincs benne. Nála csekkoltam, bekaptam egy rámpaszámot, nem volt jó. Visszajövök, kapok egy másikat, hát mondom, annak neki se futok, mert 150-től 156-ig tele volt. Kaptam a 155-t, talán meg a 152-t. Már is lefényképeztem, hogy kell visszamenni, azt mondja, hát ugye németül, ő tanít engem németre. Szépen elmagyarázza németül, hogy megértsem a németet, amiről alapvetően nem tudom, hogy mit jelent, de hát ugye a hangsúly, ez a lényeg. A nyűszögés az az, hogy elfelejtettem bekötni az övet, én most már nem kötöm. Ez már 2 perc után elvileg teljesen csendben maradt. Na mindegy, és akkor szépen elmagyarázta, tehát végül is megértettem, hogy mit akart. Hogy vagy menjek föl az irodába és mondjam meg, hogy mizu van, vagy keressek egy szabad helyet, karmoljam rá a papírja, azt mondjam meg az irodába. Hát ez az utolsó történet, mert lusta vagyok én 3 szó fölrohanni mindenhova. Ez a kanyar kombináció itt elég jó figurán jön ki, mikor le is meg föl is jön egy-egy ilyen böszmeség. És ezeknek is, ami itt megy előttem, itt van fönn a cége pont a láger mellett, úgyhogy itt azért ritkában állok meg, mert aludni nem lehet, ezek egész nap jönnek, mennek, mint a távirat. Sajnálom rá a szép testvérem. Jaj, de BMW-be mentem. Most a gyorsabb utat választom, hogy biztos legyen hely, mert egyébként átmentem volna a városon megmutatni nektek, így csak keveset fogtok látni a városból. Viszont reggel annál inkább fölébredtek ettől a csipogástól. Ugye milyen cukorfalat? Én mindig bekötöm egyébként az övet, de ilyenkor, mikor ilyen átállás van... Na, jó fiú, maradsz ott. Mert a mellettem levőre gondolt. Amikor átállás van, akkor már nem. Nézd már szegény németnek a fedél nélkül.
Ezek az indexet elrontotta rajta. Lehet, hogy a tető is azért nem volt azon főhúzva. Azt is tengedette, nem csak az irányjelző nem működik rajta, úgy látszik. Nem fogok végig bumszlizni az egész városon, hanem megcsinálom a rövidítős figurát. De most föl van ásva ott, ahol be kéne fordulni az út, és egy irányú pont kifele. Most két verzió van, vagy átmegyek a benzinkútnál, vagy elmegyek a tanya másik végére, azt megkerülöm. Ahhoz viszont semmi kedvem nincs. Ez egy ilyen kis ma műszak volt, tulajdonképpen 1.30-kor kezdtem tulajdonképpen, jó, egykor raktam be a kártyát, de 1.30-as volt a bejelentkezés, 8.30-ra kellett volna ide érni, most van 7.29, és látszik, hogy a bácsi már a nyugvó helye felé megy, egyelőre még nem a temető, csak a napi műszak vége. Táblán látszik, hogy Bibrig Wiesbaden része, a Stadtmittét azt kihagyjuk, mert itt van egy 24 tonnás tábla. Bár előleg rám nem vonatkozik, mert traktorban szerintem ez sincs több 8 tonnánál. Hát már meg kéne fejteni, ugye? Mert az a pillanatnyi ösztömeg táblácska volt, nem pedig a megengedett ösztömeg. Ha csak itt persze másképp nem írják a kreszt, mert ugye sose lehet tudni. Franciaországban csak ilyen táblával találkoztunk ott Douarnenez-be. Ki volt rakva az ilyen kis zergevágta utcákra? Személygépkocsival alig lehetett beférni. Hogy volt? Ja, hogy 19 tonnával ne gyere be, mókuska. Meg ugye röhögtünk Zolibával, hogy komplet rakva vagyunk Cuzánben 15. Tehát a vontató, a pótkocsi, meg az áru. Hát, és nem tudom, én nem fejezi be a csipogást, én már be nem fogom dugni arra két lámpára. Azt tudom. Igen, ilyen Mercedesnek kinéző buszok vannak a legtöbb helyen. Az semmi, mikor az autópályán megy vele 80. Ilyen csuklós buszokkal utassa járnak az autópályán. Ja, és sorszámozott járat, tehát nem távolsági busz. Hoppá, hoppá. Nem megyünk el tankolni, minél előbb a helyemen legyek. Ezt komolyan nem értem, tehát ne? Nyomom neki a tempomatot, hogy menjen, menjen, nem megy. Előttem senki. Most már igen, de ott is senki. Szóval mondd, mellettünk bal oldalt a kút. A kutyacska, itt szoktam nyitatni a ménest. A lámpánál most nem lehet jobbra menni, így ezért megyünk most majd itt balra.
Burger King, majd csak 9-kor nyitnak a fiúk, ők még variálni kell. Szembe az edzőterem a Csücskin, jobb oldali Csücskin a Tums üdítő nagyker. Az, amire most néz a kamera, ott a fák mögött ez a Das Futterhaus. Jönnek már a kutyás logója, takarmány volt szó szerint fordításban. Legalábbis a house-t, az house, a Futtern az takarmány, ezt megnéztem. Cica macska kaját árulnak mindent, és van valami olyasmi előtte, de még máshol nem láttam. Legyünk erősek, elmény valami mögöttem, semmi. Hátha ellát odáig a kamera. Így, pont benne van a izé. Van ott az a sárga doboz. Fönn az épület mellett. Kapaszkodjunk. Kutya mosó. Tehát ott van egy ilyen kis létre, fölmegy egy méter magasra a kutya a tálcára, mint a boncasztal. És ott van egy zuhany, és ott le lehet zuhanyozni az ebet. De ki is van írva, teljesen ingyenes szolgáltatás. De jó, hogy beálltak a helyemre. Uaj, fiúk, lányok. Jó, hát az osz... Most álljak be itt a kettő közé az oszlophoz. Ezek hülyét fognak kapni. Végül is én nem állhatok a járdára, mert ez nagy. Na, itt szoktam állni azok el azt a helyen. Fiúk, ezt benyaltátok, mert állok az oszlopra. Penninek a hátulja. Itt szoktam vásárolni, csak nem a hátuljám. Gondoltam, hogy a német nem várja ám meg. Most két verzió van, vagy följebb állok, vagy a villanyoszlophoz állok. Melyik miatt itt álljanak jobban? Emerre állok balra, rátolhatok az operre. De jó néz ki. Nem, mert próbálok úgy állni, hogy senkit ne zavarjak, de az utca elején nem volt még ebből probléma, hogy egész nap ment a klíma. Próbáljuk meg oda vergődni. Most nagyon kiszállítottatok velem. Igen, mert ezen a helyen szoktam állni, mert itt van a fa, ami alá nem szeretnék beállni. Hát akkor... És még a csávó idegeskedik, hát komolyan mondom. Hú... Irgum-burgum. Nótás medve. Gyerekek, kimaradt a számolásból a BMW-t. Jó, nem mentem neki, attól függetlenül, úgyhogy... Jó van, fiúk. Akkor ez a nappali látvány. Amíg velem húzom a fűkönyt. Általában itt szoktam állni, tehát jobbra van pont a Penny. A fönti csücske az épületnek ott a két fával, az meg a Deichmann. Csak a túloldalról a bejárata. Azzal szemben meg tán, akik van. Valami áron betűs. Na, úgyhogy szép napot mindenkinek!